Általában, amikor arról van szó, hogy a Föld vajon gömb vagy sem, arról beszélnek, akik a gömb verzióban hisznek, hogy mindenki nem hazudhat, és hogy egyszerűen ennyi embert nem lehet átverni. Egy nagyszerű példa arra, hogy hány embert lehet átverni vagy megtéveszteni, az mondjuk a második világháború, illetve az azt körülvevő hazugság halmaz. Egyrészt az, hogy hogyan is lehetett akkor egész Németországot meggyőzni arról, hogy ők egy különleges nép, hogyan lehetett a többi országot felsorakoztatni Németország mellett, illetve hogyan lehetett az egész Amerikai Egyesült Államokat meggyőzni arról néhány hónap alatt a Pearl Harbor és az azt követő, illetve az azt körülvevő hazugság halmazza, hogy nekik be kell lépni a háborúba. Nézzen utána mindenki, ez propaganda segítségével elérhető. És ugyanez a helyzet a gömb esetében is. De az, hogy hány embert kell meggyőzni, vagy hányan hazudnak, arról egy érdekes statisztikát mutatnék ebben a videóban, és megpróbálom olyan rövidre fogni, amennyire csak lehet. Azon már remélem, hogy a nagyja az embereknek túllépett, aki nézi ezeket a videókat, hogy egymáson gúnyolódjunk, hogy lapos, vagy sem, vagy ez hogy van, vagy az hogy van. Én ezzel már nem szeretnék foglalkozni. Én megmutatom az információkat, amelyekre én rábukkanok, és érdekesnek találom. Azon kívül mindenki eldönti magának azt, hogy mi az ő hite szerint, az ő tudása szerint, mi az ő verziója. Én 100%-ig hiszem, és élek a 66 kanonizált könyv, az írás, az úgynevezett Biblia tanításai szerint. Úgyhogy számomra nem kell bizonyíték, hogy gömb a föld, vagy lapos, hiszen azok alapján egyértelműen kiderül számomra, hogy ez lapos és mozdulatlan. Aki ebben nem hisz, én nem gúnyolódok rajta, legalábbis úgy nem, ahogyan azt korábban tettem, elismerem. Egyszerűen csak lépjünk túl ezen a részen, és hagyd döntse el mindenki, hogy mi az, amiben ő hisz, és hogyan akar élni. Ez a Wikipédia oldala, ahol azokat az embereket találjuk meg, illetve azoknak az embereknek a nevét, akik úgynevezett űrutazók a történelmünk során, és ez az FAE, a Federation Aeronautic International, ez gondolom valamilyen francia szervezet, illetve hát a neve francia, aki úgy határozza meg az űrrepülést, hogy mindenki, aki 100 km vagy 61 mérföld fölé emelkedik, az űrutazónak számít. 1960-ban az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma az, aki már 80 km, illetve 50 mérföld fölött is, ezért különböző díjakat adott úgynevezett asztronautáknak. 2013. november 6-áig összesen 536 ember 38 országból volt az úgynevezett űrben, azaz űrutazó vagy astronauta ként, és 543, hogyha az Amerikai Egyesült Államok standardjait vesszük figyelembe, ugye az a lista, amit most meg fogunk nézni, az az FAI ...nak megfelelő. És íme a lista, amit mindenki meg tud nézni magának, hogyha szeretne. 12 ember volt az, akiről eddig azt hazudták, hogy a Holdon járt, ugye az egyik Neil Armstrong. Ellen Bean, ugye ugyancsak állítólag a Holdon járt az Apollo 12 fedélzetén. Pete Conrad, Apollo 12, szintén járt a Holdon állítólag. Akárcsak Charles Duke, Apollo 16. Edgar
Mitchell, Apollo 14, vagy Harrison Schmitt, ugye az Apollo 17 fedélzetén. Vagy David Scott, aki szintén járt a Holdon állítólag. NASA oldalán szintén lehet találni információt arról, ugye ezek a volt asztronauták például, azoknak a listája, ez természetesen csak az amerikaiakat foglalja magába, ahogy én nézegettem, de igazából nincs idegrendszerem, hogy ezt az egészet végig böngészem, annyira azért nem érdekel. De itt van egy nagyszerű lista, aki szereti ezt a dolgot, az megtalálja az összes mesét az életükkel kapcsolatban, meg az egész történetet a fantázia világról, amelyben ezek a karakterek élnek. Ugyanúgy az aktív asztronautákról, vagy űrhajósokról úgymond, ugye, akik az űrből használják a Twittert, meg az Instagramot, meg az összes többi dolgot, illetve elkezdhetitek maga az űrhajós vagy asztronauta oldalról, és akkor itt mindenféle animációkat és képeket lehet látni, meg szimbolikát, meg programozást, akit érdekel. Azt szerettem volna csak bemutatni ezzel, hogy valójában a hazugsághoz ezt az 540 embert kellett igazából meggyőzni, az összes többi csak és kizárólag közvetve volt kapcsolatban az űrhajózással, úgymond idézőjebe téve, szóval végül is 5-600 embert annyira azért nem nehéz meggyőzni, ha igaz, és hát fogadjuk el, hogy 7 milliárd ember él a Földön, lassan 8, akkor 8 milliárdból 600 ember igazából elenyésző, úgyhogy ennyi embert kell meggyőzni arról, hogy hazudjon, ennél sokkal többet meg lehet győzni, sokkal kevesebb pénzből, mint amennyi a NASA-nak rendelkezésére áll. Úgyhogy ez igazából annyira nem nagy feladat szerintem. Az Apollo volt az a küldetés, ami a legmesszebb jutott, illetve talán a legtöbb úgymond űrhajós termelte ki maga az Apollo logója. Számtalan szimbólumot takar, amit azok, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, jól ismerhetnek. Érdemes odafigyelni arra, hogy mit mondanak a NASA úgymond űrhajósai vagy asztronautái arról, hogy mi az, amit ők csinálnak jelenleg az űrben. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the far... Ugye arról beszél, hogy jelen pillanatban csak és kizárólag a Föld úgynevezett orbit régiójában tudnak keringeni, vagy mit tudom én mit csinálni, ennél tovább nem tudnak haladni. Farther so we can go. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Arról beszélt ugye, hogy azok a technológiák, amelyeket tesztelnek és fejlesztenek, azok mindenképpen segíteni fognak abban, hogy ezt az orbit régiót el tudják hagyni. Annak is ugye azt mondta, low Earth orbit, szóval az alacsonyabb régiója az, ahová ki tudnak menni. Nézzük, hogy mit mond ez a karakter, aki ugye szintén része az egész színjátéknak, és megtévesztett az egész világot egymaga gyakorlatilag. Early in the next decade. Ugye a jövő évtized elején. A set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. Egy legénységgel ellátott küldetés sorozat tesztelni, illetve kísérletezni fog olyan módszerekkel és technológiákkal, amelyek lehetővé fogják tenni, hogy ezt az alacsony orbit pályát el tudják hagyni. Ugye a kérdés akkor az, hogy mi is az, amit eddig mutogattak a Holdról. And this is really the beginning, I think, of human beings leaving low Earth orbit. Ő is ugyanezt erősítette meg, hogy most ott tartanak azon határon, amikor az ember el tudja hagyni ezt az alacsony földkörüli pályát, vagy ezt az orbit régiót. Hallgassunk meg egy bizarr interjú részletet Ellen Bean asztronautával az a kapcsolatban, hogy
mi is az ő információja és az ő tudomása az úgynevezett Van Allen övről, mely a Földet körülveszi. Any ill effects from the Van Allen radiation belt? A kérdés ugye az, hogy volt-e bármiféle káros hatása a Van Allen övnek, amely a Földet körülvevő régiókat jelenti, melyek övként veszik körül a gömbföldet. Ugye ezen az ábrán, ahogyan szerintük ez kinéz, két régióra oszlik, az egyik a belső öv, a másik pedig a külső öv, mindkettő különböző sugárzásnak teszi ki a mindenkit, aki ugye ezen keresztül szeretne utazni. Nézzük meg, hogy mit mond ezzel kapcsolatban Ellen Bean. No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Azt mondja, hogy ő nem biztos abban, hogy ők egyáltalán átutaztak ezen. Maybe we did. Ezután hozzátesz, hogy lehet, hogy igen. I don't know the distance to the Van Allen radiation belt. The belt. Arról beszél, hogy ő nem tudja, hogy milyen távolságra van a Van Allen belt a Föld körül, tehát neki igazából fogalma sincs erről az egészről. Az igazán bizarr rész akkor következik, amikor felvilágosítja őt erről a riporter. Belts are 1000 miles to 25,000 miles. Ugye 1000 és 20,000 mérföld távolságban a Föld körül található meg ez a sugárzási öv. Then we went right out through them. No. És ugye akkor azt mondja, hogy akkor természetesen mi ezen keresztül utaztunk. Effects on yourselves. Didn't even know it. I don't think anybody, well maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside. Ugye azt mondja, hogy nekik fogalmuk sem volt erről az egészről, nekik nem mondtak semmit, és lehet, hogy valaki tudta, de ők nem éreztek egyáltalán semmit ezzel kapcsolatban. And we didn't get any, you know, added radiation. És nem volt semmiféle káros hatása ennek rájuk nézve. Még egy komikus jelenet ezzel kapcsolatban, amivel befejezzük ezt az interjút. Not on our mission, by the way, they hadn't been discovered yet. Ugye azt mondja, hogy akkor még ez nem volt, nem fedezték fel, úgyhogy rájuk ez nincs hatása, hiszen amit nem fedeztek fel, az ugye rájuk nincsen hatással. So you see. Így működik az álomvilág. Most még nézzük meg egy részletet egy bohóccal készült interjúból, aki ugye a NASA-nak dolgozik, és de nem is árulom el inkább, hogy miről van szó. Hallgassuk meg. I'd go to the moon in a nanosecond. Ugye azonnal egy nanomásodperc eltetével elmennék a Holdra. The problem is we don't have the technology to do that anymore. A probléma az, hogy már nincs meg a technológia ahhoz, hogy ezt megtegyük. És azt is elárulja, hogy megvolt ez a technológia, de eltűnt, illetve hát elpusztították, és ez egy lassú és fáradtságos folyamat, hogy ezt újra visszaszerezzék. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Ennek a megerősítésére nézzünk meg még néhány mondatot, szintén a NASA-tól. Haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence. Ugye arról beszél, hogy ő nem látott semmiféle bizonyítékot arra, hogy akármilyen adatok, ugye telemetriáról beszél, a Holdra szállás, illetve az ahhoz szükséges technológiával kapcsolatban rendelkezésre áll, és amennyiben rendelkezésre állna, már nekik nincs meg az a technológia, az a gép park, ami lehetővé tenni annak egyáltalán az olvasását. And as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. Unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it... Ő pedig azt mondta, hogy neki fogalma sincsen arról, hogy hol vannak ezek az adatok, és sajnos nem tud segíteni abban, hogy it still exists or not. Ez egyáltalán van-e még, vagy rendelkezésükre áll, vagy sem. Remélem hasznosnak találtátok. Azt szerettem volna csak bemutatni, hogy igazából sok embert nem kell meggyőzni, illetve magát az űrutazás bizarr világát, ahol igazából a következetesség, illetve
tények vagy az információ nem játszik szerepet, pusztán a díszletek, illetve az, hogy ki milyen képzést kapott, mint színész, hogy tudja előadni a szövegét, és milyen környezetben képesek megcsinálni ezeket a videókat, és ha elégszer hallják az emberek, akkor elfogadják ezeket tényként, még akkor is, ha ilyen borzasztó következetlenségek, illetve sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sületlenségek vannak benne. De dönts el mindenki, hogy mi az, amiben hisz, milyen világban él. Ha körülnéz maga körül, akkor aki nem látja, hogy óriási problémák vannak a világon, és ezek az események egy irányba mutatnak, és nem a véletlen műve, hogy így alakulnak, akkor annak hosszú-hosszú kutató munkát kell még végeznie, annak érdekében, hogy kiszabaduljon ebből az álomvilágból, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!